egy vállalat esetében, egy vállalat és a munkavállalók közötti kapcsolatban a fizetés az úgynevezett higién higiéniás elemek között tartozik, ami azt jelenti, hogy nem tudsz eleget fizetni, csak egy elégedetlenséget tudsz átmenetőleg csökkenteni. Egy C-fejlesztő is gondolhat így, na ők aztán megszerintem főleg, hogy basszus az egész világnak szé az alapja, az összes meghatározó szoftver arra épült, tehát nekem biztos, hogy lesz meló 30 év múlva is. De egyáltalán nem biztos egyébként. Tehát nagyon nagy arányban senkit nem érdekel ebben az országban az, hogy option, hanem inkább a biztosra mennek is csak az is, és a semmilyen szinten nem válnak. de ez azt kell látni, hogy, hogy, hogy a, az idő alattával az emberek a kockázatvállaló képessége eredendően csökken egyébként. Ha, és emlékszem még, és megint csak, hogy a boldogság mennyire relatív, irodatlanul fején átfordult, hogy 5-30 dél vagy 5 20 dél legyen az adott BMW, ami nyilván egy probléma, most egy háromhengeres Mini cooper nyomolok, és nem érzem rosszabbul magam. Sziasztok! Ez itt a Kraszti, a HVSI kétetente jelentkező IT karrierrel és munkerőpiacsal foglalkozó podcast sorozata a Tesco Technology állandó támogatásával. Én Böle Gyuri vagyok, velem van a stúdióba Batis Peti alias Zero, állandó műsorvezetőtársam, és vendégünk Kollár Laci. Most nem fogok ajánlani látni Crafty meetupot, egész egyszerűen azért, mert nyári szünetre megyünk. Legközelebb Crafty meetuppal majd szeptemberben fogunk jelentkezni. Gyakorlatilag a most kifutott Meetup folytatásával, ergo azzal, hogy mi történik akkor, ha egy IT szakember úgy dönt, hogy menedzser lesz. Viszont természetesen a podcastok nyáron is mennek tovább, tehát nem hagyunk titeket tartalom nélkül. És akkor nézzük azt, hogy miről is beszélgetünk ma, illetve miért fontos ez a téma. A mai beszélgetés arról fog szólni, hogy mi történik akkor, hogy egy IT szakember túl van a karrierje zenítjén. Mi történik akkor, hogy egy IT szakember elkezd kicsit kiöregedni. És azért fontos ez a téma, mert hogy a magyar IT szakembereknek a többsége a 2000-es évek elején került a piacra, Ebből pedig az következik, szükségszerűen mondjuk egyetemre is jártak előtte, hogy a 70-es évek közepén születettek, abszolút felülreprezentáltak a magyar IT-ba, és ezek hatalmas generációk, csak hogy lássuk egy, egy példával, manapság 90 ezer gyerek születik évente Magyarországon körülbelül, a 70-es évek közepétől a 80-as évekig pedig közel 200 ezer gyerek született. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag van egy hatalmas generáció a magyar IT szakmába, aki most már vastagon a 40-es évei második felét tapossa, közel van az 50 és ez azt jelenti, hogy ez a téma, ez aktuális, hiszen ez a probléma mindenkinek szembe fog jönni előbb-utóbb, azokról, akikről meg most beszéltünk, azoknak még gyakorlatilag 5 éven belül. És annyira rendhagyó ez a mostani podcast a többihez képest, hogy nem a témához kerestünk embert, hanem gyakorlatilag az ember volt maga a téma, és azért, mert Lasszit egyrészt nagyon respektáljuk, illetve megvan a kérdésről a véleménye, és be is vállalta ezt a témát, hogy, hogy beszélgessünk erről a problémáról, amit nyilván nagyon respektálunk, mert meggyőződésünk volt, hogy, hogy kevés IT szakember lenne a magyar piacon, aki bevállal mondjuk egy ilyen beszélgetést. És akkor most arra kérnének, Laci, mert így feltizereltelek téged, hogy, hogy picit mondj magadról valamit, mi az életutadról, stb. Hát, sziasztok, Kolar László vagyok, talán itt a Aha. Fölvezetésből talán a legfontosabb, hogy az első számítógép, amivel programoztam, az HT 1080 z volt, Ez nagyjából így be tud tölni mindenkit, vagy főleg engem. A gyerekeim felnőttek már 26, na no, bocsánat, 25, 21, 20 körül vannak. A első magyar Windows egyik fordítója voltam, pont 31 éve, tehát nem, nem most kezdtem, 34 éve vagyok a pályán. És jelenleg a, a, az OTP-nél dolgozom, mint a Cloud vezetője. Én egy személyes történettel ö, kezdeném, ö, és arról szeretnék elsőkörül beszélgetni, hogy, hogy van-e bármifajta előítélet vagy generációs szakadék az IT-ben a különböző szakemberek között, és azért személyeséd a történet, mert veled kapcsolatos. Direkt azért nem mondtam el az adás előtt, hogy így az újdonság erejével hasonl, mert amikor még 2000-ben elkezdtünk én IT újságosat játszani, akkor még nevezhetjük játéknak akkor ugye akkor éltünk az egyetemről, a hv ugye 2000-ben indult, akkor ugye 20 éves fiatalok voltunk, és lépten nyomon belefutottunk abba, hogy, hogy az a szájti generáció, aki akkor volt a szakmában, azok nálunk jellemzően egy 20-assal idősebb emberek voltak, és á, mindig kicsit ment ez a lekezelésünk, hogy ugyan már srácok, fiatalok vagytok, ugyan már az internet, nem kell túl jegni ezt az internetet, ez nem egy komoly dolog ez az internet, stb. És nyilván ugye kialakult bennünk egy ilyen, most, most már nyugodtan kijelentem, akkor ezt nem jelentettem volna egy előítélet a nálunk idősebb IT-sokkal kapcsolatban. És ugye ez, ez számtalanszor ilyen megerősítést is nyert, és a végén egy egész nagy előítélet, buborék lett belőle. Egy érdekes sztori ezzel kapcsolatban, hogy volt annak idején Budapesten a New Tech Ez volt az első ilyen nagyobb ilyen Meetup sorozat, és többek között itt debütált annak idején a Prezi és ennek a sorozatnak a, a, gazdája, a Terrai Tomi, egyszer ezt az IT generációt, már aki fölöttünk van, ezt ő elvezte úgy, hogy nyilván több sor után, hogy bajszos és akkor nekünk ez ugye annyira megtetszett, hogy a szerkesztőségben ezt gyakorlatilag elkezdtük használni ezt a kifejezést, tehát amit mi nem, most nem szeretünk, annak nevet is adtunk, ez lett a bajszos IT. És akkor voltak egy hatások, amik erre úgymond ráerősítettek, amik megerősítették ezt, a, ezt az előítéletünket. Például, mit tudom én, zsűriztem Hát ennek is legalább tíz éve volt az ibs nek van egy e, díja, ez ugye a Gyúros Tibor díj, ez a minden átadják, ugye a Gyúros Tiborról a Szinergon egykori vezérigazgatójáról nevezték el a díjat, az év informatikai menedzsere vagy valami ilyesmi, és abban a, a zsűriben benne voltam, és nagyon érdekes volt a zsűri összetétele, mert ugye voltunk mi az ilyen feltörekvő srácok, például én, de ott volt például a Galambos Marcia Forbes-nak a főszerkesztője, és velünk szembe, és most nevek nélkül, ö, ott ült az átunk bajszos it nak hívott vonulata az egésznek, és ugye ráadásul ők erre a sztereotípiára rá is erősítettek, mert odajöttek készületlenül. Ö, ö, olyan véleményük volt az it ról hogy, hogy csak fogtuk a fejünket, hogy úristen, ezek hogy lehetnek ilyen magas pozícióba. Arról meg nem is beszélve, hogy olyan vicceket engedtek meg maguknak, ami, ami manapság se lenne PC, de akkor se volt, és ö, mind az IVS elnökkel, mint a Gyúros Tibornak az özvegye, és rendkívül kellemetlen érezte magát a beszélgetésben alatt magát, és ugye ez úgy jöttem el arról a, a megbeszélésről, vagy egyrészt a Dobos Attila az EV, akkor IVS elnök így beakulpázott, hogy hát neki is nagyon kellemetlen volt, hanem a tessék, hogy tényleg létezik a bajszasájt, és úgy látszik, ezek emberileg se és vállalhatatlan figurák. És nagyon sokáig megvolt az előítélet, így jön egy snit, és azért mondtam ezt a történetet, mert nekem ez a törés, ez a veled való megismerkedés volt, és akkor még sosem meséltem el neked, hogy amikor Cloud air dolgozták, egyszer találkoztunk itt a Széchenyi téren, és együtt kávéztunk, és én arra találkozol úgy jöttem el, hogy úristen ez a kollár, Laci mennyire értelmes krapek, és az, hogy, hogy, ez az előítéletem, nyilván ez kellett már, hogy tíz éve idősebb legyek, ez mekkora viessék. A következő ilyen volt egyébként, amikor a Lacival találkoztam, bár mondjuk a Jagoszti Laci az nálam ugyan idősebb jóval, de nálad fiatalabb, amikor szintén úgy jöttem el egy ilyen meetingről, hogy, hogy atya úristen, mennyire értelmes ez a krapek. És akkor nyilván eltett húsz év, a mi gondolkodásunk is megváltozott, és be kell látnom utólag, hogy azért ez a, ez a vélemény, ez, ez, egy nagyon komoly előítélet volt, de ugyanakkor van, biztos van ennek azért valamennyi alapja. Hogy te, te hogy érzékeled, hogy, hogy, például a, a, a nálad fiatalabb generációk, hogy viszonyulnak egyébként az idősebb IT generációk? Na most akár az én, és azért mondtam el a példámat, hogy, hogy mi mit gondoltunk erről, de egészen más az szemlélet, hogy te mit gondolsz erről egyébként, hogy létezik ez az előítélet egyébként, hogy érzitek ti ezt? Ez a, <laughs> érdekes, hogy említettél, a Gyuros vel én még dolgoztam, még Prolitranos korában. Egy ma is dolgozom együtt konkrétan. Tehát Tudom, hogy ismeritek egymást. Egy a város. A, az előbb említett TVS-es, a bajszos AT, it úriemberről kimondottan jó véleménye vagyok, de ő már nem. Ami ilyen előítéletem, hogy ne. Én nekem érénk emlék, amikor egy nagy magyar olajipari vállalatnál bementem az akkori IT főnökhöz, és volt egy mainframe control panel a falon nála. Egy igazi. És mondta, hogy hát igazából a Unix az a C függvények, az a szövevény, de az nem oprendszer. Tehát, hogy voltak nagyon erős állítások a pályám elején, ahol nyilván a Windows az innentől kezdve szóba segített, és akkor még mi a három pont? nem akkor, amikor az már Windows 95-tel házaltunk. Tehát a, Lényeg az az, hogy ilyen előtéletek vannak, egy ideig lehet velük poénkodni, de egyébként én ezt mindig a Széchenyi falán látható felirattal szoktam elütni, ami úgy szól, hogy voltunk, mint ti, lesztek, mint mi, por és hamu, csak egy kicsit később. Tehát az egész úgy hülyeség, ahogy van. Én nem foglalkozom az előítelettel. Igen, penge, jó emberek vannak minden területen, néhányat volt szerencsém köztük ismerni. Az egyik kedvenc emlék, amikor poénból benyögtem egy palo hogy meeting, hogy tegye fel a kezét, a ezt végzett. Beckhamre, négyen föltették a kezüket. És akkor úgy hirtelen mondta, én meg a bm t bebe. Tehát, hogy, és a srácok mind fiatalabbak voltak, mint én. <kül> Tehát ezt nem érdemes túltolni ezt az elvételt részt. Az fáj, amikor valaki mondjuk gőzmozdonytant tanít a koron 1985-ben, konkrétan reális számítógépeket tanított az adott bácsi, és amikor én már akkor is volt bennem egy ilyen genetikai sérülés, és ezt szóvá tettem, hogy hát tömlet Z80 van a spektrumomban, akkor utána nagyon nehezen mentem a digitális technológiából, mert ő ezt a lelkére vette. Kiderült, hogy ő írta a jegyzetet. Tehát tudnak ilyen problémák fölmerülni, de összességében ő ne a sztereotípiából indul ki, hanem az adott emberből. Ért már olyan meglepi, amikor szembe jött a lányom egy társnője, és kiderült, hogy éppen nem akarok hülyeséget mondani, de igen, Cambridge-be ment PhD-t írni. És hogy akkor úgy is helyre tett, hogy te már nem fogsz venni Cambridge-be informatikába, tehát az a csaj ez téged körbefut. És emelm a kalapom előtt. Igen, én ezzel a erre akartam utalni, hogy, hogy, nyilván az viszont kell egy adott érettség, hogy meg egy életkor is, hogy, hogy az ember ezek a saját előítéleteit le tudja bontani. Tehát nem, nem gondolom, hogy ez szükségszerűen ezt kell gondolni. De, de ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy a fiatalabb generációk gondolhatják ezt is. És ugye volt az a példa, amit itt előtte beszéltünk, ami szerintem egy tök jó példa, hogy hogy azért lehet talán valamennyire ennek alapja, mert ha mondjuk régen, de visszavetünk tíz évet, de több százat is, hogy volt egy kétkezi szakma mondjuk, és hogy itt felmerült az ácsmester, meg nem is tudom mi volt, gótikus kőfaragó, és ugye akkor, ha te el, elvégezted el ezt a szakmát, nem megtanultad ezt a szakmát egy mesterember mellett, akkor gyakorlatilag a halálodig csinálhatod, legalábbis addig, amíg a, a fizikailag megengedhetted magadnak, és a tanonszaid, a fiatalok, azok, azok, téged mesternek szólítottak, és amikor 60 éves volt, akkor is megvolt a respekted, mert hogyha egy tartóíva, vagy, vagy egy hordozó évet kellett megcsinálni egy gótikus templomba, akkor még csak a mestert kellett megkérdezni, hogy biztos, hogy jó lesz ez így. És ugye az IT-ban viszont én, nincs így, mert hogy az, amit megtanulsz, és a tíz évet beszéltük a műsor előtt, ugye, hogy kb. tíz év az elabulása. és itt Laci, egyébként elmondom, hogy Laci készült nagyon sok jegyzettel, amiket majd szépen be fogunk szkennelni, és felteszünk az adás után a Discord csatornánkra, és van itt egy ilyen nagyon érdekes kis rajza, ami egy ilyen autó van egy kanyargós úton, amivel azt akarta érzékeltetni a Laci, hogy gyakorlatilag tíz évente nagyjából irányt kell váltanod, hogy úgymond a versenyképességet valamennyire ö, megmaradjon. Ö, hogy hogyan látott te ezt egyébként, hogy ez a, ez a, tíz év, ez egy helytálló dolog? Itt még azt a teljesen torz fogalmat is használtam, hogy mennyi a felezési ideje az adott igen, igen. És ugye vannak olyan területek, használjuk a kőfaragót, nekem a kedvencem a péka, az a felezési idő, ez nagyjából egy lifetime, tehát itt az egyik ábrán majd látni fogjátok, ez olyan dolog, hogy akkor kilőttek az ágyúból, az az ágyú az a utolsó nappali szakos oktatásodnak az időtartama, azzal a terepül végig, és az úgy frankó. Most arra itt a kiváló ábrán majd egy cirkáló rakéta szerepel mellette, aki képes irányváltásra és szükséges és ügyirányt váltson. amit ezen az ábrán van, csak hogy képzavar teljes itt már nem rakéta, hanem autó, úgy képzeljétek el, hogy amikor egyenes a pályát, tehát adott, adott egy adott technológia, te jó vagy, akkor nyomod a gázt tanulod az adott incremental uh, innovációt, mert megjelenik az adott termékben, és, és úgy bedolgoztad magad, és már a piac megvet, szeret. És itt jön a kanyar, amikor megjelenik valami új. Nekem a kedvenc példám, és minden példám, bocs, egy kicsit régi, de valós, annak idején az 1800-as években még X400 konnektorokkal kellett összekötni az exchange-t. És még hatalmasokat vívtunk azon, hogy ennek éppen történetesen az envelope külön volt, szabványa az X400-nak volt több, én négy-öt évente kipocsantott magából egy komitét szabványt, majd sorra megjelent az internet, meg megjelent az internet alapú mail, és ezt az egészet lemosta öt év alatt. És ez volt az, amikor ugye neki mentél a falnak, mert minden addigi négyes exchange tudásod, az hihetetlen sebességgel lement a klutyón. Most a verziós számukkal már babajok, de azt hiszem az 5.5-ös exchange-nél vették ki a direktorét az exchange-ből, és tették be magába az op rendszerbe kivették belőle a mail az envelopot, meg a, meg a, a direktorit, nagyjából az összes addigi ismeretanyagod, nagyon fényes mcp n volt, hogy ment el a kottyon. lehetett újra csinálni. Na most ugyanez minden területen érvényes az informatikának, és most jön a válasz a kérdésre, hogy vannak olyan részei, ami hál' Istennek lassabban avul el. Tehát, hogyha végig egy ITIL 3 practitioner vizsgasorozatot, akkor annak már egy 10-15 évig kitart, hozzáteszem, most már az is a vittos, mert az itt a négy az eléggé túrván ennek a sok állítását. És ami igazán sokáig megmarad, az a emberekkel való viszonyodnak általában az a része, én ezt ilyen, ilyen a informatika puha altestének hívom, hogy mit csinálsz azzal, amikor, amikor konkrétan a brilliás jó kollégád édesapja éppen haldoklik, és ettől srác elkezd nem performálni majd bent felejti a kocsi kulcsát a barátnője, amikor éppen neki mennek hátulról, és elnyúlják az autót. Ezzel csak azt akarom mondani, és a ez közbazusában van. Ami ebből ki, akkor azt neked tudnod kell úgy, úgyhogy a biztosító se verjen hátba, mert ugye benne volt a kulcs, a srácot se veszítsd el, és mindezt egyébként még hat óra idő eltulódással kezeld. Na ezek az kérlek nem havolnak előtt évente, viszont nem is nőnek maguktól. Tehát ez egy picit meg kell öregedni. Tehát a, a, a tíz évente irányváltás az jellemzően a skill-re vonatkozott. Az a ilyen subject matter expertise-nek hívom. Konkrétan egyébként a, a mostani sportág, amiben versenyzek a cloud esetében, az bőven három év. Na ez a következő kérdés, hogy melyik volt az utolsó irányváltásod? Hát most ez az utolsó nagy. A, a mostani azur az azért érdekes, mert én voltam már 2012-ben, és azur inkubációs védés volt, ha, ami jó kis betűszón Middle East Afrika, meg Kelet Európa mögötte, de ami ebből a lényeg, hogy az egy nagyon-nagyon másfajta az úr volt, mint a mostani. És ebbe az a döbbenet, hogy itt vannak olyan srácok, az egyik kedvenc példám, az egyik kulcs aki öt vizsgát újított meg egy délután, úgyhogy ő vigyázott a gyerekre. Na, ezzel a srácokban nem tudok versenyezni. Nagyon penge. És ugyanakkor vannak olyan területei ennek a programnak, ahol meg például ilyen nagyobb esélye szerzem meg a fantingot. Tehát az is egy skill de rövidre fogva a választ, föl kell készülni, hogy ezek a kanyarok vannak, elkerülhetetlenek, és rendszeresen leamortizálják az előző tudásodat. És valószínűleg egyébként itt a, a mesterséges intelligenciát szoktam kiemelni, a cloud önmaga az csak egy hordozó réteg. Ha belegondoltok, itt említettétek a Discordot, de ilyen a, a Midjourney, ilyen a Dali, ilyen a ChatGPT, az, a, az mindegyik alatt cloudban és ezt a volument most a számokkal nagyon bajba leszek, de mondjuk 10 millió józert fölszívni egy hét alatt, azt más technológiával nem tudtak volna kiszolgálni. Nincs az az Isten, hogy a skálázd. Tehát röviden tudni kell ezekről a kanyarokról, föl kell készülni, és majd itt beszélgetni fogunk azon, hogy van itt még egy szépséghiba, hogy ezek a kanyarok, ezek totálisan tolnak arra. Itt van egyébként egy másik kedvenc ábrám, ez egy kicsit úgy néz ki, hogy egy ez egy elefánt akar lenni, aki lenyelt a kígyó. Te mondtad, hogy ez egyébként De egy hogy a kis Megbeszéltük, hogy az a ez egy gauss -e. Igen, tehát a kisherceg kevesebbeknek rezonál. Nagyon eznek az egész beszélgetésnek a kulcsa az az, hogy ennek a, a a jobb oldala, alias az elefánt ahol csúszol lefele a piac értékedet tekintve, azt minél lapos és minél jobban ellaposít a görbét. Magyarán ne járj úgy, ugye pártunk és kormányunk azon reszel, hogy te nettó befizetőként hajj meg. Ábrázolom kicsit ezt a Gauss görbét. Ez a Gauss görbét úgy néz ki, hogy a, a vízszintes koordinátorrendszer ugye az életkorod, a függőleges a jövedelmed, ugye mondjuk a hárpiaci ázsiód, vagy, vagy hívjuk így, jól? Az ázsiód és a az Az is A gauss görbe gyakorlatilag futsz fel a karriert folyamán, eléred a gauss a tetejét, és aztán van egy gyönyörű lecsengő hív, és a Laci Itler berajzolta, hogy ez a lecs, az, az, a rossz ebbe a lecsengő ágba, hogy gyakorlatilag a végét a kormány azzal, hogy Sőt, az összes európai kormány nem csak magyar. nem a csak kormány. a magyar. Ez így van, van. hogy öregedik el a nyugat-európai társadalom, gyakorlatilag a nyugdíjba a vonulásod időpontját, azt folyamatosan tolják el. Ergon nagyon sok időt kell eltöltened szükségszerűen a karrierednek ebben az időszakában, amikor már lefelé jössz gyakorlatilag. Hát így van. És ugye most ugye 67 év a nyugdíjkorhatás? hiszem, igen most nyilván itt nincs lépték, de ez azt az jelenti, hogy simán előfordulhat, hogy gyakorlatilag a karrieredből egy, egy 15 évet egy ilyen masszív leszálló ágban e, töltesz el, és e, e, azt beszéltük itt a műsorhoz, és ez egy érdekes szám volt, csak egy becslés, hogy, hogy nagyjából 5%-a ugye ez volt 5%-a lehet a magyar it olyan, aki tud úgy exitelni, hogy e, ne legyen rászorulva erre a erre az utolsó fázisra, ergo fel tud vagy fel tud építeni egy olyan egzisztenciát, hogy ki tudjon egzisztenciálni belőle, de hogy a, a magyar 95 a 95%-a, az szükségszerűen benne marad ebbe a rendszerbe, tehát dolgozni fog. És ugye ezt uh, ugye, hogy a csomó paraméter is ugye erősíti, mert ugye egyre később állunk gyereke, gyerekeket, ugye arról beszéltünk, hogy az én generációm, ami 75-ös vagyok, jelenleg 36-37, tényleg sem a gyereket, az azt jelenti, hogy hogy, és ugye a mai gyerekek nem repülnek ki 18 évesen, tehát szükségszerűen az emberek többsége nem fog egzíteni 58-60 évessel, hanem lehúzza ezt gyakorlatilag 67-ig, mire mi végzünk ki tudja, hol lesz, lehet, hogy 70-nél lesz a vége. És ugye ez a beszélgetés ide, ide akar fel, fu, kifutni gyakorlatilag, hogy, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ez azért, ez a leszálló, egész egy kellemes emlék maradjon, ha, ha hívhatjuk így egyébként illetve mire éle érdemes készülni. Ennek ugye az egyik eleme volt, amit említettünk, hogy, hogy tíz évente érdemes egy irányváltást csinálni, de még Laci, hogy látod, hogy mik azok a dolgok, amivel úgymond a, az, az ázsiódat meg tudod tartani gyakorlatilag minél hosszabb ideig? Hát ennek a résznek a, itt ezt gyakorlatilag fitásznak hívtam, és itt négy dologra helyezném ki. Az elsődleges az az agyad, tehát hogy érts valamihez. Ebben ugye van egy rossz hír, hogy nem meghűlsz, csak lassulsz, tehát hogy annak idején volt olyan állami vizsgálom, ahol a csajoktál láttam meg egy zöld könyvet, és gyanús lett, hogy nekem én az a könyv, az nekem nincs meg. És elkértem tőlük, és 20 perc múlva levizsgáztam az adott állami Tehát van egy akkori sebességed, meg van egy mostani, amikor ez valószínűleg nem tudnám megugrani. A másik része az hülyeség, de a saját fizikumod a tested. Tehát, hogyha ha szénné ittad magad, dohányzol, elhisztál, akkor az visszaüt, tehát lassabb lesz, kisebb lesz a teljesítményed a harmadik és talán a legfontosabb a szagyad mellett, ez a network Ennek is van egy érdekessége, a network az veled együtt törekszik. Tehát ugye az utolsó időpont, amikor, amikor mindenféle feltétel meg, meg ö, elgondolásmentes barátságunkat kötsz az egyetem. Tehát abban még nincs érdek. Nagyjából mindenkinek kilóg a a segge, és, és ez senki nem zavar. És ami ebben érdekes, hogy együtt mennek fölfele, tehát én emlékszem még olyan Sőhárc kollégiumi szobákra, ahol volt, most az cégek nem lesznek stímen, nem a Cisco-nak a későbbi, a Novell-nek a későbbi ügyőzetű, az egy szobában lakott. De konkrétan a Microsoftnak a, az indulásánál és a magyar Microsoftnál az IST-ből verbuválódott a menedzsment fele. Tehát ez a network az akkor egymást húzta. És itt ezen a másik ábrást egy hogy olyan, amikor te már az adott gauss tetején vagy, akkor elkezdhetsz egy picit visszaadni a következő generációnak, elkezdhetsz mentorálni. Nekem olyan egy óriási szerencsém volt, mert ez volt részben a feladatom egy másik munkahelyemen, és ott brilliáns gyerekekkel volt dolgom. Most egy furcsaság, hogy ez volt, ezek a gyerekek 40 évesek, tehát a gyerek azt nem élik rájuk vigyeszteni. Messze túlszárnyaltak mindegyikük. Egy szépségéből, hogy mindegyikük külföldön él, egytől egyik, tehát Tokiótól, lehet mondani még New Yorkig, bárhol csak Pesten nem. De ami érdekes, hogy ha ez az apró gigszer nem ütött volna be, akkor pár év múlva már ők hoznának engem föl, és mondanak azt, hogy na, figyelj. Na, kóstolom, hogy szükségszerűen, akikkel együtt szocializálódtál, az a generáció veled öregedett, tehát, hogy valószínűleg hasonló problémákkal szembesül, ők már nem fognak húzni téged. Hát, itt konkrétan volt már olyan eset, amikor nagyon közel barátomhoz mentem Föredre a szívkórházba, korházba, mert éppen a vadi perakták berakták, és azt vitatták meg, hogy akkor ezzel most hogyan lehet utána ott viccándozni. Tehát öregszünk. De visszatérve arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni ellene, itt említettem, van itt még egy ábra, ez nevezetesen, ez, ez nem tudom mennyire novum, de nekem tetszik, én összeházasítottam a Crossing the Chasm görbét, tehát a, a piaci penetráció görbét, a Gartnernek az elhíresült High Cycle görbéjével. Abszolút tudománytalan, ugyanis egyiknek egyik tengelyen sincs metrika, tehát hogy hogyan érezted össze az úgy, hogy passzoljon. De amit ebbe az illesztés az az, hogy én azt mondtam, hogy a, a Hive a csúcsa környékén van a kezmnek hát ott van maga a szakadék. És ugye innentől kezdve beszéltük azt, hogy investálod kell különben kisodrólc, az investíció a mi esetünkben szomorú, de tanulás, ami azt jelenti, hogy tétet kell tenned valamilyen induló technológiára, és itt a Bibi, ha túl korán teszed a tétet, és az adott technológia beesik a gödörbe érgó, nem lesz belőle piaci felfutás, akkor kidobta egy rakást. Mondja. egy ilyen. Nekem a kedvenc például az Augmented Reality, amire biztos, hogy rá fogja valaki vágni, hogy no, no, no az néznek most itt az Apple legújabb mindent látó szemüvek és milyen frankó. Egy... A metaverzum, azból biztosan nem lesz semmi egyelőre. Én mondom, ezzel óvatos vagyok, de a kedvencem, amit át is éltem, a hadup, az például konkrétan rajta van a, a Gartner Hype Circle, ez az Obsolete Before Reaching the Plateau of Productivity, ez egy elég hajó mondat főleg akinek részvénye volt az adott egyikében. Nekem volt. Tehát visszatérve erre, tehát tétet kell tenned arra, hogy mit fogsz tanulni, befektetsz, égetted az energiáidat, az éjszakáidat, meg az asszony vágja hozzád először a grimaszokat, utána a notebookodat, aztán a állóperes papírt, tehát ez problémás, és utána jön az a rész, hogy ha mákod volt, akkor jó helyre tettél, tetted a befektetést, és elkezd termőre fordulni. Van erre is példám, egy közeli ismerősöm volt, aki pár éve fiatal, mint egyszer a csapott, és azt mondta, hogy ő salesforce fog tanulni. És összepakolta a családot, és némi Salesforce tanulás után elhúzott Münchenbe. Happily ever after. Működik. Van olyan ismerősöm, és ő nálam is idősebb, ő, a mesterséges intelligenciára tette a tétet időben, és jelenleg Lichtensteinben dolgozik, és azt hiszem valahol Innsbruck környékén él. Tehát ezt meg lehet ugrani, és ami nagyon fontos, hogy ezek mindegyikkel a szakértelmére ment rá, és, és már nem a vezetői kapcsolatrendszerére. Ez egy nagyon jó, nagyon jó téma, hogy én meg pont olvastam egy hosszabb cikket a médiumon, egy 55 éves amerikai szoftverfejlesztőt kérdeztek, hogy mik, mik azok a dolgok, amit mondjuk 30 éves fejével máshogy csinált volna, vagy mik azok a dolgok, amit itt tényleg így a 20 éves Karimász, ő viszonylag a 35 évesen el fejleszteni, egy így 20 éves pályája volt. És, és, pont részben egyébként ez volt az egyik konklúziója, ez a risk assessment, hogy milyen mértékű kockázatot vállalsz be. Mert mondta, hogy amire visszaemlékszik, ami hiba volt, az például az egyértelmű alapot köszönhető, hogy viszonylag konzervatívan váltott munkákat. És ott nyilván az Egyesült Államokban, ott a stock Option-nál, meg nyilván, hogy mondjuk egy jó céghez mentél volna el, ott akkor viszonylag szignifikáns anyagi benefiteket lehetett elérni, és ott volt egy konkrét cég, amit mondta, hogy kapott egy ajánlatot, nem fogadta el a biztosra ment rá, az a cég szétrobbant, és nyilván egy iszonyatosan nagy exitből esett ki. És mondta, hogy igazából 55 éves fejjel, hogy az egy teljesen értelmetlen döntés volt, hogy x plusz 10 százalékére ment a biztosra, ahelyett, hogy megkockáztató volna, mert effektív egy olyan életszakaszban volt, ahol bőven belefért volna, tehát semmit nem vesztett volna azzal, mégis egyébként a biztosokat választott. És ez egy érdekes kérdés egyébként, mert én nagyon sokat találkozok ezzel a piacon, amikor valaki mondjuk egy egy klasszikusabb multi, vagy mondjuk egy startup, vagy scale-up között hezitál, hogy, hogy mondjuk a idézőjelben biztos, mert ugye van ennek egy ilyen, egy ilyen érdekes része, hogy ugye sokkal biztosabbnak tartják nagy arányban Magyarországon a multinacionális külföldi cégeket, mint akár egy magyar KKV-t, vagy egy startup, vagy egy scale upot és inkább elmennek, Adott esetben egyébként van olyan helyzet, hogy tényleg vagy ugyanannyi pénzéről vagy mondjuk még kevesebb pénzért is, versus mondjuk egy startup, ami, valószínűleg egyébként nem biztos, hogy olyan stabil lábakon áll, ha mondjuk adnak neked stock és ha mondjuk lesz egy exit, akkor az mondjuk jól is járhat, de még abban az esetben is a stock az egy ilyen science fiction, tehát nagyon nagy arányban senkit nem érnek el ebben az országban az, hogy stock option, hanem inkább a biztosra mennek, is csak az, is, és, a kockázatot semmilyen szinten nem válnak. Igen, de ez azt kell látni, hogy, hogy, hogy a, az idő alattával az emberek a kockázatvállaló képessége eredendően csökken egyébként. Tehát hogy egy csomó élethelyzetben, vagy ha valakinek van gyereke, akkor egyből a, a vállaló képessége lecsökken. Üm, tehát, hogy például az, az előző példa, hogy mondta, hogy 55 évesen vagy visszatekintett és rosszul döntött, tehát, hogy utólag könnyű okosnak lenni, de tényleg az van, hogy amikor te effektíve arra fókuszálsz, hogy a család és az egzisztencia, stb., akkor, akkor ez egy logikus döntés volt. Akkor... ez egy érdekes egyébként, amit most, aki egyébként, tehát úgy, úgy, volt a, ez a tartalom, amit láttam, ezt egy egy jelenleg Netflixen dolgozó fejlesztő olvasta fel ezt a tartalmat, és ő elmondta, hogy mit gondol erről, és ugye elmondta, hogy ő két gyerekkel, nem egy gyerekkel és két kutyával lépett meg egy ilyen döntést, úgyhogy gyakorlatilag egy, egy üres albérletbe laktak egy éven keresztül, mert elment egy másik városba az Egyesült Államokhoz képest, ahol addig laktak, és akkor ő elment San francisco ami még nem az a San Francisco volt, ami ma, ami akkor egyébként mondta, hogy teljesen őrült döntésnek tartották, és mondta, hogy végül ez nagyon jó bejött neki, mert és messze jobb élete van annál, mint ami volt korábban. És mondta, hogy simán egy kisgyerekkel is bevállalták, mert hogy mondta, hogy ha azt akkor nem lépte volna meg, biztos, hogy nem olyan életszívon élne, mint most De is. Az élet, lehet, most a nincsen, ugye a magyar munkerő köztött a röghöz kötött egyébként, mert mindenki saját tulajdonú lakás birtokol, tehát Magyarországon a munkaerő nem nagyon mászkában elvisszatott a rimót, ami ami, 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 ugye úgymond kicsit feloldja ezt a, ezt a problémakört. Hát vagy a költözés. Vagy a költözés, igen. Uh, itt mondtál egy érdekes dolgot ugye az irányváltásról, és engem érdekelne az, hogy, hogy ezeknél az irányváltások, nem a felezési idő volt ez a jó szó, amit használsz, hogy, hogy ezek szerint igenis mérlegelni kell, hogy dobsz egy technológiára, és most egy házki dolgokról beszélünk, hogy, hogy annak kicsi legyen, vagy nagy legyen, a, nem kide, hogy kicsi, nagy legyen a felezési ideje, de ez megint egy nagyon nagy művészet, mert eleve az is egy művészet, hogy, hogy melyik technológiára teszel, melyik kanyart veszed be, jó veszed be ezt a kanyart, és még azon belül az még egy külön móka, hogy azt megítéld, mert ugye az a cél, hogyha megszerzel egy új tudást, akkor ezt minél több, jobban kihúzzad. Hogy erre lehet tudatosan törekedni, hogy azt mondom, hogy most ebben az irányban mozdulok, nem ez a legjobb kanyar, viszont ennek a legkisebb az avulása. Tehát ez egy szépen, tudatosan tervezhető dolog, ma, majdnem, hogy a singularitás határán, amikor a jövő pillanatok alatt változik? Nem. A fiatalkorodban, ahogy mondtad, a legtöbb ilyen döntés az szigorúan az akkori netvörködés személyes kapcsolatok, barátságok, haverságok. Uram, bocsá, Én konkrétan ezt átéltem, amikor mondtad, nekem volt egy nagyon jó köröm, stockból, meg volt egy botrányos körem, stockból, és ahogy a, a Forrest Gump banpesti kör mondja, shit happens, tehát. 22 dolláron leírtam, három nap múlva 12 dollár volt dollágot, és mondta az adott cég, hogy bocsi, így Tehát nagyjából ott a kompenzáció 30%-a. A másik része, és ezt talán egy picit fontos kihangsúlyozni, hogy, és ezt halálkom mondom, gondolkozhatok-e már az, hogy mi a boldogság definíciója? Van egy ilyen egyszerű definíciója. Nem én találtam ki, de Ó, pedig a finnek kapcsán most olvastam, és igazából... Hm, Mondás, a, a sajátom az a, a mindenkori boldogságod, az a vágyait, meg a olvasak közötti delta. Na Most, hogyha ezt sikerül minimalizálni, én konkrétan végig gondoltam, én nem, ne kérdezzetek miért, mert ez totálisan haszontalan statisztika, de a 42 négyzetmétertől a 465-ig, majd a, szépen visszacsúsztam a 90-ig, tehát hogy, a, a harangkörben meg itt is, és, és a 600 lény, ez a lakás méret, igen. És Ilyen kellett neked 465 négyzetmétert, de mindegy, ezt nem esél. Az apámat kértem meg, hogy tervezze meg, és megcsúszott a grafosza. De a lényeg az, hogy a jó ház volt. A, és a kéthengeres Trabant hikomattól indultam, a, és emlékszem mégis és megint csak, hogy a boldogság mennyire relatív, irodatlanul fején átfordultam, hogy 5.30 dél legyen, vagy 5.26 dél legyen az adott BMW, ami nyilván egy, egy e probléma. Most egy háromhengeres Mini Cooperrel nyomolok, és nem érzem rosszabbul magam. Tehát ez nyilván, hogy a villanyautósok kirőjögnek, hogy hengerszámba gondolkodom, de amit ebből ki akarok hozni, hogy életemben a legboldogabb akkor voltam egy nővel, amikor egy igazi bontószökevény golfal nyomultam, aminek úgy róla, a második emeletre világítottak a lámpa, hogy össze volt törve az a műanyag pacak, ami fogta, és ez kurva nem érdekelt. Tehát, amit ebből ki akarok hozni, hogy teljesen független dimenzió jelentős részben a pénztől az, hogy mennyire érzed maga jól jólabb elődben. Nyilván, hogy ez ott ponton túl, hogyha éppen kilakoltaknak a kecóból, már nincs pénz, az, az baj, de vannak ilyen tanulmányok, éves szinten 80 ezer dollár fölött legyen 100, azon mete. Tehát, ha belegondolsz, ha társadalmi és is megadod a hogy a végén van egy olyan mondás, hogy ha kéred, nem ne te kell adni. Tehát, nem is szed Ugye ez az érdekes, amit mondasz, mert ugye még ebből a szempontból Magyarországon az informatikusok is extrém szinten árérzékenyek. Tehát, hogy így azt gondolnád egyébként, mondjuk egy átlagember, aki mondjuk nem tudom, nem lebecsülve bárkit, aki mondjuk bolti eladóként dolgozik, és keres, nem tudom, nem tudom, egy keres, egy bolti legyen mondjuk. Most egész fő keresnek. Még nem tudom, 400 nettót keres. És egy informatikus, akinek ennek megkeresi mondjuk a 3-4 szeresét, még ők azon a price range-en is egyébként extrém szinten érzékenyek. Tehát ha mondjuk kap egy ajánlatot valaki 1 millió 950 ezerről, a másik 2 millió, nagyon nagy arányban a pénz számít. És ez egy nagyon érdekes faktor, ugyanis hmm. egyébként a munkám során nagyon sokat dolgozok a külföldön is, ez itt sokkal nagyobb arányban megvan, mint máshol. Tehát az, 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 hozzáadott dolgok, azok viszonylag messze vannak a pénz után. És ez egy nagyon fura egyébként, és nyilván az, persze a millió kulturális, meg egyéb sajátos, meg történelmi sajátossága van, hogy ez miért alakul így. És ez nagyon fontos, és szerintem ez két, egy, egy bizonyos időszakban ez nem így volt. Tehát egy nagyjából egy ilyen 2019 pre Covid előttig, ott volt egy egészen, szerintem egy ideális állapot, majd aztán bejött a COVID stb. is, ez teljesen visszatért egy korábbi állapotra, de volt szerintem egy ilyen egész ideális, állapot, és most megint ugyanott vagyunk, hogy a pénznek extrém ereje van magas szinten is. Tehát egy csomó így hoznak karrier döntés. Ez igazán. Még is nagyon sokszor úgy hoznak karrier döntést, hogy, hogy ez mondjuk rövid távon kifizetődő az anyagi része miatt, és még hogyha elmod neki, hogy ez mondjuk nem jó karrierbe megtető, és akkor is azt választják. Ez azért érdekes, mert most, ha szegény gyűkérérünk ennél emlékszik még rám, akkor most meg áldázni, hogy a HR tanárom volt 30 éve, és azt hiszem Herzberg elméletnek hívják, ami azt mondja ki, hogy a, a, egy vállalat esetében, egy vállalat és a munkával közötti kapcsolatban a fizetés az úgynevezett higién, higiéniás elemek között tartozik, ami azt jelenti, hogy nem tudsz eleget fizetni, csak egy elégedetlenséget tudsz átmertőleg csökkenteni. És vannak olyan tételei vagy tényezői ennek a képletek, aminél viszont is lehet optimizálni. Tehát, hogyha olyan emberekkel húzod a napi 12 órát, akikkel utána még elmész sörözni, és te lesz el a gyerekének a keresztapja, meg, meg ha baj van, akkor föl tudod hívni hajnal a kettőkor, hogy gyere értem, mert ABCD dolog történt velem, az nem, tehát ezek nem konvertálhatók ezek az egységek egymásba. A másik része, ami, ami nagyon fontos, hogy ez az, amit mondtál az árérzékenységről, azért a 25%-os bevallott inflációnak nem tesz jót tagadhatatlan állandóan újra. A előtt is így voltam, hogy ez drive olyan a magyar piacot. Én kíváncsi vagyok, ha már itt tartunk a fizetésnél, hogy egyébként szükségszerűen az életkorra egyébként a fizetés is leskálázódik? Hát a körbe ezt mondja. Tehát az elefántnak sajnos, bocsánat, a görbének van jobb oldala is, és ez az, amiről beszéltünk, hogy azon el lehet polamizálni, hogy a piacnak van a igazat, tehát hogy, az, hogy a piac beáraszt téged és ilyenkor dilemma az, hogy jól árazott te, csak van egy nagyon súlyos észrevételem, kurra mindegy, hogy jól árazott te, ő dönt. Tehát nagyjából ezzel egy dolgot tetsz, amit itt beszélgettünk, hogy keresel olyan területeket, ahol visszaárazod magad. Illetve az előbb említett ezen a másik ábrán, itt van egy nagyon, ez kimondottan egyszerűen majd megírom szépen is, ezen az ábrán három dimenzió van, ami a van, az egyik az az, hogy az adott, informatik, az adott területnek mennyi az informatikától való függése. Értelemszerűen, hogyha egy pékségben vagy informatikus, annak úgy kevesebb lesz a hozzáadott értéke a pékség profitabilitásához, mint hogyha mondjuk egy telkó vagy pénzügyi cégnél vagy, vagy főleg, hogyha egy IT-ből élő cégnél vagy, tehát nekem a kedvencem most a tabló, ugye azt mostanában vettem meg a Salesforce, azok az emberek megcsinálták, és elég pengem, csináltak, tehát szép a termék. És a harmadik dimenziót érdemes hozzátenni, az pedig a hol helyzete. Ugye Magyarországról mindig el szokták felejteni, hogy van az a gonosz mondás, hogy a hal méretét a pocsolya mérete határozza meg. Tehát az, aki egészen nagy halnak tűnik Pesten, az pillanatokon belül egészen kis halnak tűnik mondjuk Frankfurtban, és infinitizimálisan kicsi halnak tűnik New Yorkban. Ezt azért érdemes hozzátenni, hogy ezeknek az ugrásoknak az igen komoly ára van. De visszatérve az előző kérdésre, hogyha sikeresen teszel tétet, akkor lesz jobb a hűtőbe. És a másik része az pedig, nekem volt annak egy nagyon szép óra aztán minden egyes darabját, mínusz egy darabot. Azzal, hogy nem vihetem magammal a túlvirágnak, meg minek. Volt ilyen gyűjteményem más, és azokat is szépen felszámoltam. Ebből egy dolgot sajnáltam, egy hazábladot, Az tudod, az a baromság, mert egyébként fotózom már egy trollfilmes gépen, Mondjuk fogsz, de az egy szép darab volt. Tehát meg sem Egyébként picit visszatérő még az előző részre, mert elhangzott a számból ez a kicsit ilyen futurisztikus kifejezés, és szingulitás, vagy és, ugye volt az a tíz év, hogy tíz évet egy rend kell váltani. el tudjátok képzelni azt, hogy, hogy, a következő generációknak már ez az irányváltás, az nem tíz év alatt fog megtörténni, hanem öt év alatt? Ugye te gondolom a, régi Ray Singularity is near. Igen, azt értem a alatt, igen. A, ez nagyon érdekesen, rendszeresen újraolvasom a könyveimet, ami vagy igazán ötös. Az egyik kedvenc az egy jó Nara Harari nevű csávónak a Popadeus című könyve. Mm. És abban is van egy érdekes, hogy azt fejtegeti, hogy szép lassan egy új faj jön létre, aki egyrészt meg fogja tekerészni meg, mi a Tinker, magyarul, megbobrálja a DNS-ét. Nem hallhatatlan, úgy nem lesz, hogyha ráesik egy lakókocsi, akkor kilapul, de hogyha nem esik rá a lakókocsi, akkor 150 évig élhet. És ami fontos, hogy emellett kijavíthatja egy rakás olyan problémáját a genetikájának, amiről mi most beszélünk, tehát például nem fog öregedni. És ami a legfontosabb, hogy ez az egész, ez, hogyha ezt kombinálja informatikával, és ott most konkrétan a beültethető csippekre gondolok, ha belegondolhatok, hogy az ember az egy elektrokémiai számítógép. Jó gagyi. Kedenc példány, például egyébként, hogyha megnézzetek, voltak olyan dinoszauruszok, akinek azért volt két agya, mert olyan írdatom lassú volt az agyat hogy ha farkát rágta egy másik dinoszaurusz, azt ő a fejében lévő agya, körülbelül három másodperccel később észlelte. Ez véd túl lét ahhoz, hogy védekezzen. Ezért volt neki egy másik agyaba, hogy a gerince másik végén. Most ez javult, tehát a mi ami már gyorsabban működnek, mert hát legyen a mai napig kétfajta hajtevékenységünk, egy tevékenységünk van. De egyébként azt hiszem, hogy a Kahnemannak van egy könyve, a Thinking Fast and Slow, ami nagyjából azt írja le, hogy a igazán gyors döntéseket hozó agyad, az a mai napig az amigdalából származik, ami nagyjából ugyanúgy működik, mint egy gyiké. Tehát egy nagyon gyors döntést hoz, mert ha nekiáll és, és kicsit számogatja, akkor ötször megették. A másik része a computing, tehát a, a tényleges számítógéphez hasonlított vagyunk, az meg fárad, ráadásul tetű lassú. Tehát, hogyha ebbe bele tudnak építeni még valakit, a ezekből kisegíti az embert, az egy egészen másfajta embertípus lesz. Visszatérve a szingularitásra, Kurszfájl azt 2000 nyolcban, értem nem emlékszem a dátumra. Körülbelül egyébként, a legalább 15 éves a könyv. De 10-15 éves a könyv. zajlik, és szinte biztos vagyok benne, hogy van egy nagyon érdekes része az emberiség gondolkodásában, a linearitása megszokott. És ebben ugye az a szemétség, most ha egy picit visszamentek matekba a középiskolába, az exponenciális görbéknek az eredet induló szakasza, az úrvá a... úgy néz ki, mint egy lináris. És ez a szemét van itt fölszalad, ami azért érdekes, mert adnától kezdve kurva nem lineáris, csak akkor meg kapkodsz, mert annak kezdve erre gondoltam az öt év alatt, hogy, hogy amíg a lineális szakaszon vagy, elaltad. az úgy elaltad téged, és gyakorlatilag lesz egy komplet generáció, akinek észbe kéne kapni, de már az exponenciális szakaszon van a fejlődésben. Az a baj, hogy ez nagyon nehéz átadni podcaston, de nagyjából a kurszai azt mondja, hogy a, a technikai innováció, vagy a fejlődésnek a sebessége az egy exponenciális görbe, és az most iszonyatosan be fog gyorsulni. Gyakorlatilag így a nagyobb az AI megjelenésével e, hozta ő összhangba. És nagyon megtévesztő mindenki számára, hogy az egész életedet ennek a, az exponenciális görbének az a, a linális szakaszán töltetted, vagy közel lineárisnak tűnő szakaszán töltötted. És gyakorlatilag én a, azt mondom, hogy, hogy pont az lesz, hogy amikor a, azokat a karrier döntéseket meg kell hozni, hogy elforgasd a kormányt jobbra-balra, egyszer csak előáll az a helyzet, hogy az exponenciálisan kezdesz öre, azon a szakaszon kezdesz el öregedni, ahol a görbe exponenciális lenne. Ergo a kagyarok lehet, hogy nem tíz évente jönnek, hanem nagyon gyorsan kell forgatnod a kormányt. Mondjuk nyilván ebben a podcast keretében erre viszont megoldást nem tudunk kínálni. Azt a, erre a megoldás az, hogy exiteljetek gyorsan és lépjetek le, és kezdjetek el, nem tudom, csirkét tenyészteni vidéken, Ugye erről pont beszélgettünk a frontendes podcast, meg nem meetup, meet meetupon, meet ez ugye téma volt, mert hogy nagyon kevés olyan, olyan fejlesztéssel kapcsolatos innováció volt, mint frontend tele az utóbbi tíz évben. Tehát hogy azért nagyon sok minden megváltozott. És hogy én, én ezzel párhuzamosan szoktam például bekendesekkel, mondjuk főleg jávásokkal például beszélgetni, és ott náluk van egy nagyjából egy ilyen általános nézet, hogy te jávás vagy, akkor te nyugdíjpályán vagy. Tehát, hogy bármi történik, jávó fejlesztő mindig kell és akkor ez egy ilyen érdekes kontraszt egyébként ebben, hogy, hogy, hogy mondjuk akár egy ugyanannál a cégnél dolgozó frontendeseknek gyakorlatilag újra kellett mindent tanulni pár év alatt, még a jávások ugyanúgy mentek tovább, és nyilván vannak egyébként, tehát nem mondom, hogy nincsenek különbségek a Java verzió között, mert vannak, sőt, viszonylag szignifikánsak, de azért az nem ugyanaz. És ez egy érdekes történet egyébként, hogy hogy mondjuk a következő években az hogy fog megváltozni, és azok, akik azt gondolták, hogy beleöltem az 5-10 hát és most már akkor én viszonylag én meg vagyok a következő még 10-15 vagy 20 -szal az valószínűleg ez a modell ez nem fog működni, vagy nagyon kicsi az esély. Igen, és erre ugye ráerősített, amit mindig elmondtuk, a kobol, kobol fejlesztők voltam, hogy az amerikai választási rendszernél a gépeket újra kellett kódolni, és össze kellett szedni a bácskákat, akik ezt csináltak. Ez egy jó kérdés, igen, tehát hogy egy szép fejlesztő is gondolhat így, na ők aztán meg főleg, hogy basszus, az egész világnak cél az alapja, az összes meghatározó szoftver arra épül, tehát nekem biztos, hogy lesz melóm 30 év múlva is. De egyáltalán nem biztos egyébként. Tehát, hogy csak abból indulunk ki, hogy például a ChatGPT vagy a, vagy a Copilot milyen fejlődési görbét járt be az elmúlt másfél évben. Tehát nem biztos, hogy a... Én vagyok biztos benne, hogy ez már helytálló gondolkodás. Lehet, hogy simán meg csinálni egy script az egészet. Egy menekülési út, ha egyébként erre most jöttem, hogy erről az egész elvileg összes ezt... Nem, mi egy elem? Elvezetesen az, hogyha találsz magadnak egy olyan nist, ami ő, érzéketlen vagy védett ezektől a támadásoktól szemben. Konkrétan mondok egy példát. Én egy nagyon tisztelt idős hölgyről volt szó, aki konkrétan egy adott nem IBM mainframe értett nagyon penge módon, és hogy a az adott banknak abban volt a központi rendszer. Tehát a számozatő rendszer az adott mainframe volt, 70-es évekbeli technológia volt, időnként úgy kellett neki futodunk amikor rájött, hogy egyébként nincs benne ráadsz és adott be az is kezelő. Meg rájött még egy-két meglepére, de ami fontos, hogy ő heten valami évesen ment nyugdíjban, akkor azt most már foglalkozni, és még nagyon nagy szükség volt rá de ez az ácsmester kategória, tehát amikor egy technológiával ki lehetett húzni, de most gondolom, most helyette van cloud, ott már a ilyen nem, nem igazán lenne szükségre, mert nénike, de mindegy. Hát, és, tehát, hogy az a baj, hogy ezek olyan kapaszkodók, amik hamisak. Tehát, hogy ez 15 év múlva nem lesz igaz. Én most, kéne, hát. most azt mondanám, mondjunk olyan dolgot, ami IT-ban 20 év múlva is releváns lesz. Hát nem tudunk olyat mondani. Hát az a része feltétlenül az, hogy a, az egyes ciklusidők, ami alatt kifutja magát egy technológia, ezt tagadhatatlan rövidül. Tehát én még emlékszem, érdekes egyébként, hogy miért mondtam be egy gondos Géza professzor, és te már nem jön a Géza bácsi, egyszer egy igazi vaxnak kivette az egyik kártyát, és a kezünkbe adta. De előtte ötször leborultunk meg a meg úgy elmondtuk, hogy ez tényleg nem fogja kell és megmutatta. Ő azon csinált akkoriban beszéd szintetizálást, ha emlékszem, és ez egy ilyen fölfoghatatlan árugép volt, és az a másik fölfoghatatlan, hogy a fenébe került az item, ez nem egy utánépített volt, hanem ez egy wax, wax volt. És akkor a digitáról mindenki azt gondolta, hogy hát ugye, jó, örök élet. És sose felejtem el, amikor egyszer csak megvette azt hiszem a kompak. Azt már végképp nem értettük, amikor a kompakot megvette a HP. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan változások történtek záros belül, és egyébként, hogyha most megnézitek, az adatokat mindegyiket csak, csak bebéfáztam, de szemigazak. A Standard Pool 500-ban töltött időd, vagy bármilyen egyéb ilyen market indexben töltött ideje, átlag idő, amit benne van egy adott állat, az radikálisan lecsökkent az utóbbi 20 évben. Ezt jelenti, hogy itt nem csak az egyén szempontjából csökkennek a hanem az egész cégek a ciklusa szempontjából. És arra a kérdésre, akkor te azt mondod, hogy az ilyen nises megközelítésem az, mint b az kevésbé opciális. A négy nagyon penge volt, tehát azt tudni kell, hogy én a mai napig az egyik példaképpen vágott az agya. Lőimpresszív really volt. A másik, amit te mondom, hogy, hogy kiszúrsz egy jó új területet, és még időbe érkezel. Ugye itt a előbb említett poénkodás, hogy a, a kezm után érkezni, tehát a szakadék után érkezni, az a kockázat, hogy addigra már ott tolongás lesz, amit viszont már, a, érsz meg. Csak hogy a hallgatók is értsék, a high ennek a amikor már lecsenget, az érkezni, akkor már... Akkor már sokan lesznek a piacon, ami azt jelenti, hogy, hogy ott már szembe fog jönni, és az nem percepció lesz, az egy tény lesz, hogy egy 40 éves én az engem most meg tudna volna berni. Ami azt jelenti, hogy a mostani 40 évesek azok egyszerűen jobbak. Tehát, hogyha ha szigorúan fordulatszámra nézzük, akkor valószínűleg jobb, mint én. Egy ideig lehet, hogy az, hogy de az, hogy majd a megverem, ez olyan 45 éves korodig jövő, én ugye most, bocsánat, most a Henry ja, apra gondoltam, de, de aztán idő után más se igaz. És hát mondom, ilyenkor előjön az, hogy meg tudsz ezzel békelni. Mert te lehet sebeket nyalogatni sokáig, de nem fizetnek érte sokat. Tehát nem olyan. Egyébként volt, aki írt belőle, konkrétan ebben, amit említettél, aki mehetett volna a Twitterhez, de mégsem ment, majd szembesült az, hogy ez rossz döntés volt. De hát említettem már a Forrest Gantot, shit hozni kell tovább. De milyen miért az árszó ideben, de rájöttem, hogy kicsit ilyen lehúzós lett. Tehát... Ne, de én ilyen... próbáltam több pozitív. Értem, hogy csak kicsi, belül úgy értem meg, hogy ez ilyen életvégi beszélgetés volt. Nem, szerintem egyébként tök jó konklúzió volt, és szerintem, hogy csomó így elveszett így a beszélgetésben, tehát szerintem így a végére, szerintem tök sok jó konklúzió. Igen, tehát a, váltásnak a képessége az nagyon fontos, az, hogy az ember lássa hogy, hogy, hol jönnek azok a bizonyos kanyarok, amiket időbe be kell venni, tisztában legyen vele, hogy lerövidülnek az idők, a networkingnek a, a, fontossága, a mentoringnek a fontossága, ugye, mert gyakorlatilag, ugye ezt mondtad, hogy ha mentorálsz fiatalokat, azokra a networkbe tudsz támaszkodni a karrierednek egy későbbi szakmát. Vagy legalábbis. Ha nem lépnek egy igen. földre, igen. Te gut karma, tehát az nagyjából való akkor is vissza, és ha nem azoktól olyan vissza, akiknek adtad. És ami még itt eszembe jutott lezárásként, hogy, hogy nem szabad túl komolyan venni magadat, tehát, és akkor lényegesen könnyebben megy, és még valami ez a vége van, ez van vége. Tehát benne van a pakliban az, és én ugye semmilyen geretikai módosításnak nem leszek már sajnos tárgya, azt hozzáteszem, hogyha lennék, akkor az és van azon egy jobb lábat bitte, te gyorsan, de nem valószínű, bár egyiknek megy nekem, nem, de ami, ami fontos, hogy, hogy találd meg benne az érdekességeket. Én például a mai napig tolom azt, hogy fotózás bármit ver és hogyha ez megvan, meg hogyha ez van egy partnered, és akkor ez tud azért a szépen, meg, meg igazából egész addig, amíg a hardvered nem kezdett durvára állal amortizálódni, nincs semmi vesze. Csöld Bármikor. És Laci, még ezt meg akartam kérdezni, hogy most az OTP-ben ugye a cloudos csapatot vezeted, ugye? Hogy uh, nyilván uh, na, magadnál sokkal fiatalabbak és együtt dolgozó, akár 30 évvel fiatalabbakat. Te, te hogy látod egyébként ezt a generációt? Ez engem egyébként érdekel, mert tök jó. Tehát ő abszolút nincs semmi probléma. Tehát a, ha mi a, a, a magyarul, tehát hogyha letépi a falat, akkor akkor teljesen érdektelen. Tegnap találtam egy nagyon jó a ma videót a De Te Nem kerestem, jött, tehát szembe és ő fogalmazott úgy, hogy ha, ha egy csapatban mindig találsz olyan embereket, akik iszonyú spéci, szofisztikát módon elmagyarázzák, hogy miért nem sikerült ez korra lesz, ez nem fog menni, ez ez, 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 úgy nem lesz jó. Vagy ennél rosszabb elmegyedek, hogy miért buktad el az egészet. És erre mondta azt az obom, hogy ez nagyon penge, de nekem nem ilyen emberek kellnek, neki olyanok kellnek, aki azt mondja, hogy szemben egy probléma, tök mindegy, hogy milyen, és azt mondja, hogy figyelj ezt, én most elviszem, és megoldom neked, jó? De ezekre az emberekre fognak emlékezni. Akkor, amikor majd a következő döntést hozzák meg. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, ebből volt egyszer egy botrányom egy vállalatnál, ugyanis ültünk bent 21 meetingen, és föltűnt, hogy szóról-szor ugyanazokat a témákat daráljuk, amit három héttel korábban már megtettünk, én ilyen íródel felírtam. És megtaláltam kérdezni a részvevőket, hogy van-e a részvevők között egy disznó. Ezek után az egyik kollega jól megsejtődött, hogy őt jelen disznóztam. Mondta, hogy nem, nem, ez itt a, a, a az egyik korai példája, amikor a csirke és a disznó elmentek éttermet nyitni, és ugye a csirke mondta, hogy hozom a tojáson, te meg majd hozod a sonkádat. Tehát ha skin in the game benne van a csávó, meg akarja oldani, akkor tök mindegy akora. Ha viszont ledoktorál abból, hogy miért nem fog sikerülni, akkor megint tök mindegy akora. Tehát én olyan, is hogy vannak olyan kollégáim ebben a csapatban, akik az előbbi például maradva belteszik a lelküket, hogy megoldják, nagyon becsülöm őket, és teljesen független akkor Tényleg van olyan, aki 28 éves, tehát meg 30 év, húszunk tovább hozzáteszem, hogy enket hát akkor a BMW-kkel nem fél be a parkolóba, tehát jókat szoktam terülni. Tehát... És, és egyébként mi e fordítva néven mi kell ahhoz egyébként, hogy, hogy a fiatalabb IT generációk így respektálnak egy, egy, náluk idősebb szakember? Hát már ezért viszont neked tenned. Azt, hogy a respektet nem lehet venni. Tehát az, az, a, az a túloldalban alakul ki tőled kvázi függetlenül, tehát az a tetteid alapján van vagy nincs, és igazából arra sem mennék nagyobb tétet tenni, hogy kinyilom a respektem kényelme. Azt valószínűleg a kollégáim, hogy mai napig letépem a falat, és nem megyek a szomszédbe egy kis konfliktusért, ha valamit át kell vinni. Ez egyébként nem feltétlenül tesz a népszerűségi körbék tetejére, de, de a, a cloud bevezetése az egy jelentősebb múltal rendelkezett nem triviális. Én már informatikai módról. Legyen ez az szó, vagy van nád még valami vérről? Hát minden átmegy. Jó, akkor jöjjön a következő blokk, itt a vége, fuss el véle. véle. Lacinak ezeket a gyönyörű színes jegyzeteit szépen be fogjuk majd szkennelni, és megosztjuk a Discord csatornánkon, ahol egyébként érdemes csatlakozni, mert számos szakmai témában várjuk azokat a szakembereket, akik a közösségünk hasznos tagjai is szeretnének lenni. Mi a Crafty podcasttal tal kettő hét múlva jelentkezünk, jövő héten pedig a szerkesztőségi jön is így felváltva. És akkor ez volt itt a vége. Köszönöm szépen, Laci, hogy eljöttél, és beszélgethettünk veled egy jót. Köszönöm szépen. Sziasztok!